Köszöntelek benneteket ezen a videón, mesebeli asztrológia április 17-én. Az asztrológia tudása mesebeli képekkel az indiai asztrológia szerint. Ezen a területen vannak az úgynevezett tithik, erről már beszámoltam, a mai nap a 9-es tithihez tartozik. Mit tudat ez a 9-es tithi? Hogy most ki kell, hogy pihenjük magunkat, hagyjuk a dolgokat. Az is fontos, hogy visszahúzódóak legyünk. Valamit le kell, hogy zárjunk, vagy valamit el kell, hogy végezzünk, és ezután fog valami új történni. A mai napon az is előfordulhat, hogy valaki meglep titeket, jön egy újdonság, és ezáltal változik valami az életetekben. Az indiai asztrológiában vannak holdházak, a hold ma a Danista holdházban található. Lefordítva ez annyit jelent, hogy egy ilyen átmenet. A hold kilép a bak jegyéből, és átkerül a vízöntő jegyébe. Ez a holdház azt közli velünk, hogy azt, amit tervezünk, bízzunk abban, hogy az megvalósítható. Az elemek, a tűz eleme, a föld eleme, a levegő eleme és a víz eleme. A nap a tűz elemében, a kos jegyében áll, az lehet egy új kezdet, de a lelkesedéseket is mutatja. A föld elemében található a hold, viszont délutánra már átkerül a vízöntő jegyében, és az a levegő eleméhez tartozik. Délutánra már úgy könnyebbek lesznek a dolgok. A föld elemében van még Mars, Jupiter, Vénusz és Szaturnusz bolygó. Mars és Vénusz az a párkapcsolatra utal, Mars és Vénusz jó kapcsolatban áll a föld elemében. Vénusz a Bika jegyében, Mars a Kós jegyében. Ez a kapcsolat segít abban, hogy rendeződjenek a dolgok a párkapcsolat területén. A levegő elemében hiányzik bolygó, illetve a mi földünk van a mérleg jegyében, és az a levegő eleméhez tartozik. De ez nem az, amit mi kapunk, hanem amire igényünk van. Kell a könnyűség, és a kommunikációnak is van jelentősége. A víz elemében van Merkur bolygó, és mutatja, mint az elmúlt napokban is, milyen fontos az érzelmekről beszélni. Az egyik kapcsolatot már említettem Mars és Vénusz bolygó között, de ezen kívül van még egy Merkur-Vénusz kapcsolat, és egy Merkur-Mars kapcsolat, ez is előnyös, és ez jelenti azt, hogy most lehetőségünk van valamit tisztázni, vagy a párkapcsolatról, az érzésekről beszélni, mert ehhez most nyitottak vagyunk. Az lehet egy jó hír is. A hold kihat a Jupiter bolygóra, ez is egy jó kapcsolat, ami a lehetőségeket mutatja, kisebb változásokat, de ezek a változások nagyon jók. Így a Jupiter bolygó hatása alatt az is előfordulhat, hogy ti átéltetek valamit, amire azt mondtátok, ez igazságtalan, és most ez alatt a hatás alatt győzni fog az igazság. És ez volt a mai mesebeli asztrológiám. Köszönöm figyelmeteket, a viszonthallásra!